Nehéz évek várnak nemzetünk közösségére, érdemes ezzel őszintén szembenézni, írja Gégény István. A Szemlélek lapigazgatója szerint sokan elkeseredtek, mert úgy tűnik, tovább fog folytatódni az egyoldalú, egyetlen irányt helyesnek hirdető, minden más vágyat, célt, reményt démonizáló kormányzati kommunikáció. Azt gondolom, húsvét idején a híveknek, a hívőknek sok elgondolkozni valójuk van, és mivel az ünnep utolsó órájában járunk, most már valóban magával az ünneppel foglalkozunk, hanem azzal, hogy mi jön másnap. Jó estét kívánok! Örülök, szép jó estét kívánok! Én azt olvasom a te jegyzetedből, ami az alapja a mi beszélgetésünknek, hogy hívőként is elég abból a társadalmi jelenségből, amivel minden további nélkül felruházzuk egymást mindenféle jelzőkkel. De a hívőknek kellene a legegyszerűbben az ellen fellépniük, hiszen ez szembe megy magával a Biblia gondolkodásával is. Abszolút egyetértek, és azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül, és nem vagyunk egyedül ennél az asztalnál, akikben ilyen gondolatok fogalmazódnak meg, ha csak az elmúlt napokra tekintünk vissza. Nagypénteken jelent meg például egy interjú Hodász András katolikus pappal, aki sokak számára ismert a Válasz Online felületén, és ő nagyon konkrétan rá is mutat azokra a problémákra, amelyek nem politikai, pártpolitikai természetűek, hanem a kereszténység és annak társadalmi vonatkozásában mutat rá nagyon fájó dolgokra. Úgyhogy azt gondolom, hogy erre az alapvető felvetésre az lehet a válasz, hogy a legfontosabb kimondanunk azt, hogy valami nagyon nincs rendben a magyar néplélekkel, és az, hogy ezt a keresztények, a kereszténységgel kapcsolatban bárki hogyan teszi helyre, az már egy második lépés lehet. De az a kérdés, és ez továbbra is bennem kérdőjel, hiszen a tapasztalat azt igazolja, hogy sokan tiltakoznak ezen kijelentés elfogadása ellen, hogy rendben van Magyarország társadalmának a lelke, vagy nincs? És akkor én ott most ezt a kérdőjelet kitenném. Hát nyilván a győztesek azok ilyenkor könnyen mondják azt, hogy persze rendben van, a vesztesek pedig könnyebben állítják azt, hogy kevésbé, és egy választási eredmény után két héttel nagyjából a társadalmat le is lehet győztesekre és vesztesekre írni. De az a korábbi időszak is megmutatta, hogy igazából egyik oldal sem riad vissza attól, és akkor itt el is vonatkoztathatunk attól, kik a győztesek és a vesztesek, hogy címkézzék egymást. Erre például a közösségi média hibátlan, ott perc alatt lehet megbélyegezni, kirekeszteni, áldozattá tenni a másik embert. Két dologra szeretnék reflektálni azzal kapcsolatban, amit elmondott. Egyrészt azt, hogy történt egy nagy arányú győzelem, valakiknek itt ünnepelniük kéne, és tényleg néhány héttel a választás eredményének az ismerete után, vagy az elmúlt napokban fogalmazunk így, én nem érzem azt, hogy bármiféle eufória átjárná Magyarország társadalmának, akár csak egy részét is. Lehet, hogy az én buborékommal van baj, de nem látom azt, hogy bárki is azt mondaná, hogy megcsináltuk ezt szuper, persze néhány politikus elmondja azt a néhány mondatot, amit neki ilyenkor el kell mondania, de nem érzem a felszabadultságot, és aki nyomon követi a híreknek a világát, az láthatja, hogy kvázi egy bizonyos politikai oldalon belül is már elindult egyfajta repedezettség, töredezettség, amikor mondjuk egy Bencsik Gábor kritikával illeti az MTVA-nak az elfogultságát, akkor ő maga is megkapja a saját oldalától. Tehát, hogy látszik, hogy itt valamiféle nagy diszonancia van. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy az ő megfogalmazásában az egyik oldal a másik oldal szerepelt. Hát van ez a mondás, hogy és a belgák hova álljanak. Vagyunk nagyon sokan szerintem azok, akik nem úgy képzelik el ezt az országot, ahogyan például az amerikai elnök választás idején is láttunk mondjuk egy térképet, és az mondjuk kék, meg piros volt. Most nemrég láttunk egy térképet, ami ilyen zöldes színárnyalatban, illetve nagy része viszont narancs színárnyalatban mutatkozott meg. Én arra szeretném bátorítani a kedves tévénézőket, és mindenkit, aki a közbeszéd terepein Magyarországról, Magyarország közösségéről őszintén szeretne beszélni, hogy próbálja meg elvonatkoztatni a jobb oldal, bal oldal, konzervatív, liberális, ránk erőlt sémáktól. Ez nem újdonság valószínűleg, amit mondok, de azt látom, hogy ezek a címkézések, és valóban egyetértek önnel, hogy ez nem egy vagy jobboldali, vagy baloldali probléma, hanem ez egy nagyon könnyű csapda, amiben belecsúszunk, hogy próbáljunk meg inkább, ahogy ennek a műsornak a címe is jelzi, egyenesen beszélni egymással, ne a másik háta mögött dobálni rá vélt vagy valós sérelmek alapján mindenféle jelzőket, hanem megkérdezni, te miért így gondolod? Te mit gondolsz egyáltalán erről? Én azt gondolom, hogy a következő időszak legyen az 4 év, legyen az 1 év a jövőre vonatkozóan, óriási feladatként mutat számunkra előre, hogy beszélgetnünk kell egymással, többet kell hallgatnunk, egymást meghallgatnunk,
és talán kevesebbet kéne ítélkeznünk. Nagyon gyakran Magyarországot keresztény államként apostrofálja a politika, kifejezetten a politika. Ez mennyire helytálló ön szerint? Abszolút nem helytálló. Én is csatlakoztam ahhoz a kezdeményezéshez, amely április első napjaiban Oxfordban ott írták alá, és azóta terjed a világban, és ez reagál a szomszédunkban zajló háborúra egyébként, amit ugye Oroszország, Ukrajna ellen, vagy az orosz-ukrán konfliktusról beszélhetünk, ott vívják, és annak is van egy nagyon erős vallási felhangja, mint hogyha egyfajta ilyen vallási béketeremtő szándékkal akarna Putyin és az ő mögött álló erők rendet tenni, és kvázi békét teremteni, és emögé beállt valóban Kirill Pátriárka, az orosz ortodox egyháznak a feje, és próbálják ezt az egészet egyfajta, most csúnyán és vulgásan fogok fogalmazni, egy vallási mázzal leönteni, ez a ruszki mír, az orosz állam, az orosz világ védelmében indították ezt a kvázi, ha úgy tetszik, szent háborút. És sajnos ez erős analógiát von például a magyarországi olyan megszólalásokra, amik keresztény Magyarország, keresztény Európa védelme és hasonlók érdekében olyan eszközöket használnak, amikkel indult a beszélgetés. De hát ezt nagyon sokan legitimnek látják. Például a keresztény Európa védelmét a migráció kapcsán nagyon sokan elfogadták legitim gondolatként. Én azt szeretném ezzel kifejezni, hogy igen, vannak olyanok, akik ezt így gondolják, és én pedig azt a valóságot szeretném képviselni egyébként elkötelezett keresztényként, katolikus hittanárként, hogy Európát nagyon jelentősen befolyásolta, meghatározta a kereszténység is, meg még az iszlám is, meg még korábbi pogány kultuszok, és ma is mindenféle erők, ideológiák befolyásolják. Elvitathatatlan jelentősége van a kereszténységnek, de az, hogy keresztény Európáról beszéljünk így kijelentő módban, az szerintem félrevezetné azt megint, hogy miről beszélünk, egy nagyon összetett, sok nemzetű, sok gondolkodású társadalmi közösségről, amiben valahol van helye a kereszténységnek. Nekem az a meggyőződésem, hogy túl van dimenzionálva az, hogy nagyon keresztényé címkézzük akár Magyarországot, akár Európát. Mondok egy nagyon konkrét példát. Néhány nappal ezelőtt nagy csütörtökön mi a családunkkal szentmisére mentünk megünnepelni az utolsó vacsora emlékezetét. Sokkal többen voltak a templom előtt a jó időben, nagyon szép napsütéses idő volt az utcán. Lézengtünk úgymond a templomban. Ez nyilván egy kiragadott példa, de talán mindenki érti, hogy mire akarok utalni. Nagyon sok dolga van önmagával belül a kereszténységnek, hogy hitelesebben közvetítse magát, és akkor talán én is nyugodtabban mondanám azt, hogy egy olyan szépen van jelen Magyarországon a kereszténység. Szerintem most azért itt is van bőven tennivaló. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta. Gégény István volt a vendégünk, örülök, hogy itt volt velünk. Önöknek pedig az ünnep utolsó óráira békét és kellemes estét kívánok. Örülök, hogy velünk tartottak ma is, viszontlátásra.